Március 5-én este a Klauzál házban Rupa Ilona Nóta énekes és előadó művész számára lesz jótékonysági koncert. Erről fogunk most beszélgetni. Köszöntelek a stúdióban. Hát Rupa Ilona Nóta énekessel hogyan jött a kapcsolat, hogy itt a Klauzál házban lesz számára egy ilyen este? Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ilonát már nagyon régóta ismerem, személyes jó kapcsolatban állunk. Sajnos már egy jó ideje súlyos beteg, és emiatt aztán nagyon nem tud dolgozni, meg lecsökkentek az előadások, amiket el tud vállalni, egyáltalán bírja-e vagy sem, ez mindig kérdés. És nyilván ennek a hozadéka az lett, hogy a anyagilag egy viszonylag, sőt egy határozottan rossz helyzetbe került. Ezen való segítségnyújtásként barátai összefogtak, hogy valahogy segítséget nyújtsunk a Ilonának, mert hát nyilván tudjuk, mindnyájan itt élünk, azért a kezelések, meg a hétköznapok is, a kórház, ez nagyon sok pénzbe kerül, főleg egy súlyos beteg esetén. Kik lesznek a fellépők, mert hát amellett, hogy ez egy jótékonysági este, nagyon színvonalas zenei program lesz. Azt gondolom, hogy igen. Van, lehet, hogy túlzásra rég, de azt gondolom talán nem, mert a világ így tekint rá. Van egy csillag is majd a fellépők között. Én egy kicsit most segítek magamnak abban, hogy felírtam az el. A mulatos műfajban 4 előadó is lesz, ami igen népszerű és keresett ma. Jolly, Nótár Méri, Rokkó és Bódi Csabi. Azt gondolom, hogy a műfaj kedvelőinek egyik nevet sem. Sőt, általában azt gondolom, hogy a magyar közönségnek nem nagyon kell bemutatni ezeket a neveket. Lesz egy nótaénekes, aki kolléganője és nagyon-nagyon régi jó barátja is Ilonának, Nova Brigitta, és más terület is, a jazz swing területről is lesznek előadók, Pádár Szilvia, Szőke Nikolett és a Swing a la Django. Azt gondolom, hogy ez a név is egy nagyon-nagyon felkapott, nagyon jó, és azt gondolom, hogy remélem, hogy közönségcsalogató, és sokan el fognak jönni a koncertre. És van a klasszikus cigányzenét, hagyományos cigányzenét játszó két pár is, akik egyébként az életben is párok, Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi, illetve Horváth Mónika és Rostás Csaba. Ők az autentikus cigány zene művelői. Lakatos Mónikáról annyit azért érdemes megemlíteni, hogy a világzenei műfajban a lehető legnagyobb elismerést kapta, díjat az életművéért, amiben ezt a stílust művelő zenész kaphatja. Ezután itthoni méltó elismerésként Magyarországon Kossuth díjas lett, aminek nagyon-nagyon-nagyon örülünk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a műfaj és az előadó Kossuth díjban részesült. Hogyan lehet jegyet vásárolni, illetve hogyan lehet támogatni a művésznőt? A belépés a koncertre, itt újra mondom, nagyon remélem, hogy sokan eljönnek, úgy, mint egy moziban, sajnos egy picit valószínűleg sorba kell állni, ott megkapjuk együnket, és ezután tudják elfoglalni a helyeiket a hozzánk érkezők. Előre nem tudunk jegyet árulni, tehát nem a rendes ütemben működő módon történik a koncert maga, vagy ez az egész szervezése a műfáz részéről, ezért ilyen adhok módon, majdnem, hogy adhok módon kell megoldanunk a feladatot. Itt egy szót hagy említsek a művelődési ház vezetéséről. Az igazgató úrhoz elmentem, amikor engem megkerestek a szervezők, hogy helyet szeretnének valahol találni Budapesten, és szinte el se tudtam mondani, sőt, valószínűleg így is volt nagyjából, hogy mit szeretnék. Csak a bevezetőből már az igazgató úr azt mondta, hogy miért nem szervezel egy jótékonysági koncertet. Tehát amit szerettem volna, ő megelőzött. Annyira befogadó és annyira gyors, annyira nagyon jó az együttműködések tekintetben, hogy mérhetetlenül hálásak vagyunk nekik.
Tehát akkor még egyszer mondjuk el, hogy március 5-én vasárnap a Klauzál házban 17 órától hát 20 óráig, de lehet, hogy olyan jó lesz a hangulat, hogy még kicsit tovább is, nagyon magas színvonalú zenei élményben lehet annak része, aki elmegy erre a jótékonysági estre, tehát Rupa Ilona javára. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy nagyon sokan eljönnek, és tehát házzal fog a koncert lezajlani.